Új kiállításnak ad teret a budafoki Magdolna udvar galériája. Ezúttal Kollab néven elektrográfiai alkotásokat láthat a közönség, az Artén Művészeti Egyesület és a Magyar Elektrográfiai Társaság jóvoltából. Valamilyen értelemben ugye az esztétikai befogadást ugye, tehát inspirálni kell, és ki kell mozdítani a nézőt adott esetben, vagy olyan fajta látványvilággal érdemes dolgozni az én véleményem szerint, ami a percepciót is ugye megváltoztatja, egy újfajta minőséget tud hordozni, remélhetőleg. Ezért is fontos számomra az elmúlt körülbelül 7 évben, hogy ugye kiterjesszem ugye a fotós, elektrografikus tevékenykedést a videó art felé is, videó art és videó installáció felé is. Amikor az elektrográfia még valamikor a 80-as években elindult, akkor ugye nem voltak másfajta gépek, mint a xeroxok, fénymásológép xerox, mit tudom én, mit használtunk még, faxot, különbözőféle médiumokat. És aztán, ahogy ez így alakult, tehát emlékszem rá, talán azt hiszem, hogy az elsők között voltam, aki jelentkezett ilyen elektrográfiai munkával, tehát xeroxokkal, például a Miskolci Grafikai Biennálére. Érdekes módon bevették, és voltak ellenkezések persze, és aztán ez úgy lassan megenyhült. Már csak azért is, mert hát az utóbbi időben, hogyha jól megnézzük, a képzőművészet is fotó alapú, ott is a nyomtatások vannak, tehát az, hogy a fotóba is nyomtatásszerű dolgok vannak, ez egy egyértelmű dolog. A tárlat összesen 15 művész alkotásait mutatja be, és a címadáshoz híven a két társaság kollaborációját érhetjük tetten az analóg és digitális képek egyvelegében. Az elektrográfia, ugye az az elektron és a gráf vagy grafeinnek az összetoldása tulajdonképpen elektrografikának is hívták, tehát elektrografika, elektrográfia, ennek is külön története van. Ahogyan mi használjuk, ez tulajdonképpen a digitális művészeteknek ez egy összefoglaló kifejezése. Digitális, vizuális művészetek, hogy pontosítsak, és igazából ez egy annyira tág fogalom manapság, hogy gyűjtőfogalom, igazából nagyon sok minden belefér, tehát a relatíve hagyományosabb rögzítési módoknak az elektronikus verziójától tulajdonképpen a tiszta digitalizmusig, a tiszta glitch művészetig, hogy így mondjam, két extrémitást mondjak, és hát ugye az elektrográfiai társaság pedig összegyűjtötte azokat a művészeket, akik az elektronikus képpel dolgozással dolgoznak. A kiállítás megtekinthető május 13-áig, mint a Budapest Fotó Fesztivál program része.